Bejelentés érkezett a rendőrségre, miszerint ismeretlenek behatoltak egy jászberényi ingatlanba, majd onnan televíziót, karórát és segédmotoros kerékpárt tulajdonítottak el 400 000 forint értékben. Szintén ugyanezen napon érkezett bejelentés arról, hogy egy másik jászberényi ingatlanba is jogtalan behatolás történt. Onnan egy táskát loptak el, melyben személyes iratok, bankkártya és mobiltelefon voltak. A bűncselekményt követően a bankkártyával megkíséreltek vásárolni egy helyi boltban, sikertelenül. A jászberényi rendőrök a bejelentés követően adatgyűjtést végeztek, melynek eredményeképpen látókörükbe kerültek a feltételezett elkövetők. A 33 éves férfit és 25 éves társát elfogták a jászsági rendőrök. A duó tagjait a nyomozók gyanúsítottként kihallgatták, majd őrizetbevételükről határoztak, és előterjesztést tettek letartóztatásuk indítványozására. A nyomozás során több helyszínen is kutatást tartottak a rendőrök, ahol több tárgyi bizonyítékot is megtaláltak és lefoglaltak. A jogsértők nem voltak ismeretlenek a rendőrök előtt. Megállapították, hogy mindkettejük ellen már van folyamatban nyomozás. A büntető eljárások egyesítését követően a 33 éves terheltet két rendbeli lopás vétség, két rendbeli lopás büntet és két rendbeli információs rendszer felhasználásával elkövetett csalás büntet elkövetésével, társát két rendbeli lopás vétség és egy rendbeli lopás büntet elkövetésével gyanúsítja a nyomozóhatóság.